a Művészeti Akadémiának a képzőművészeti tagozata, mint az egész akadémia, ugye a magyar kultúrkörrel szorosabb kapcsolatot kíván tartani, egyik fő feladata ez. A mi esetünkben most egy nagyváradi esemény volt a utazásunk első két napjában, amikor is az egyetlen határon túli magyar anyanyelvű, magyar oktatási anyanyelvű felsőoktatási intézmény, a Párcim Keresztényi Egyetem tanszékén voltunk, illetve az egyetem főépületében rendeztünk egy kis konferenciát, amelynek a témája a művésztelepek jelentősége pedagógiai, oktatási szempontból, a progresszív mai alkotói egyéni szempontból hogyan néz ez ki. Természetesen itt történeti visszatekintés is elhangzott, elsősorban ugye a jövő évben 120 éves nagybányai művésztelep kapcsán. Két eseményünk volt Nagyváradon, a Parcimi Keresztény Egyetemen. Az egyik egy konferencia, és a másik pedig egy nagyon jelentős esemény a mi életünkben, mert egy galériát avathattunk fel, a tanszéki galériát, amelyik a tanszék pincéje volt valamikor, és ezzel hát azt mondhatom, hogy 25 év után végre van galériánk, mert Nagyváradon több mint 10 éve a múzeum költözik, azóta nem tudtunk kiállításokat rendezni, és városi galériánk szintén nincs a képcsarnok. Tehát végre megengedhetjük magunknak, hogy a képzőművész diákjaink kiállítsanak. Az első kiállításunk a magyar kortárs grafika volt. A kiállító művészek közül kiemelném Banga Ferencet, Prutkai Pétert, Stefanovics Pétert, Szurcsik József. Tehát nagyon-nagyon sok jeles képzőművész van ebben a gyűjteményben. Ez egyébként egy válogatás. És akiket most nem állíthattunk ki, azokat lehet, hogy meg fogjuk hívni önálló tárlattal. Mindenképpen szeretnénk népszerűsíteni a magyar grafikát. Úgy építettük fel az utat, hogy Nagybányára látogattunk el, ahol Véső Ágoston volt a házigazdánk, aki itt él és dolgozik már 1956 óta, mióta végzett a John Andrescu Egyetemen Kolozsváron. Én még úgy tanultam, hogy a nagybányai festészet a magyar képzőművészet legnagyobb teljesítménye, és hát az a hely, ahol most állunk, ez a magyar festészet szent földje. Annak idején már az indulás Münchenben a Hollósi Társaság keretén belül a Hollós és a Hallgatosság körébe is egy olyan elképzelés volt, hogy jó volna ezt a magyar képzőművészetet egy kicsit önállóvá tenni, mert nagyon a müncheni meg osztrák művészet hatása alatt állt. Véletlenszerű és a törvényszerűség kapcsolódott egybe, mikor lejöttek Nagybányára. Két nagybányai eredetű Hollósi tanítvány, Réti István és Torma János hívta meg Hollósit Nagybányára, hogy a művésztelepüket hozzák el. Nagybányára 1896-ban a millennium évében jöttek le. A nagybányai festészet, a kolónia és a nagybányai festőiskola két különálló dolog. Eleinte inkább a festőiskoláról kéne beszélni. A kolónia tulajdonképpen a 1910 körül alakult ki, miután építettek egy festőtelepet Nagybányára. Alapítók, tulajdonképpen öt nagy alapítóról beszélhetünk. Az atyamester Hollósi Simon van, akit nagyon tiszteltek, szerettek, respektáltak a művészek.
a két nagybányai tanítvány, Torma János és Réti István, de hát a legnagyobb művész a nagybányai közül kétségkívül a Ferenczy Károly. Akiről még nem beszéltem, az Iványi Grünwald. Iványi Grünwald egy kicsit olyan menedzser típus is volt, és ő volt egy kicsit a Holosi tanár segítője. A Nagybányai Festők Társasága a zord körülmények miatt 1937-ben feloszlatta önmagát. Majd 1940-ben egy újabb lendületet kapott a telep, de nem sose tudott visszatérni az eredeti, nagy sikereihez. Nagybánya nyilvánvaló művészettörténeti múlt, különösen az első generáció, amely jelentőségét nem lehet eléggé megbecsülni, és hát ki is esett, hogy úgy mondjam, az elmúlt 100 évből, szűk 100 évből, mert a saját korában végképp nem volt igazán jó visszhangja, hogy így mondjam, de hát ez a kortársak sorsa mindig. De a két háború között is a magyar hivatalos művészet, hogy úgy mondjam, nem igazán becsülte sokra azokat a közvetítőket, azokat a művészeket, akik Münchenben, illetve Párizsban is otthon voltak, és hozták az új gondolkodást, és új szellemiséget, új festőiséget. Nagybánya mindezt megteremtette, ezt a hátteret. Sokan megfordultak itt olyanok, akik csak egy-egy alkalomra látogattak el, de mégis a hatásuk nagyon nagy volt. Tehát egyszer eljött mondjuk Czóbel Béla, vagy kétszer Párizsból frissen, az akkor is nagyon nagy jelentőségű volt, mert azt a szellemiséget hozta, amit sokan ugye nem tudtak megteremteni. De ezek a munkák viszont nagyon sokáig lappangtak érthető módon. Igazából a 45 utáni fordulat Magyarországon sem segített abban, hogy ezek napvilágot lássanak művészettörténeti feldolgozás formájában. Most is nagy érdeklődés van a nagybányaiak. Ez egy hagyomány. Régen úgy volt, hogy annyira szerették a festészetet, hogy felépítették a házat, aztán a bútorzat, és utána jöttek a képek. Ez elmaradhatatlan része volt a gyűjtők igényének, főleg a tájképek. Mert tulajdonképpen a nagybánya festészet legerősebb oldala a tájfestészet. Műtermünk nincs, egy szegény művésztelep, de a természet a nagy műtermünk, és ez is indokolja, hogy tájképekkel fessünk.